Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2004. augusztusában kaptam azt a megtisztelő megbízást, hogy mérjük fel a hazai borválasztékot, csináljunk egy bortükröt. Az egész élelmiszerkereskedelmi szektorban. Később ezt egy kicsit pontosítottuk, mert ezt így végrehajtani szinte lehetetlenség. Ezért a vizsgálat elsősorban a multinacionális cégekre terjedt ki. Nem vizsgáltuk a szaküzletek, vinotékák és a gasztrohálózat kínálatát. Az elemzésbe a hazai termelésű és a más országokból származó bor és pezsgő választék vizsgálata tartozott. Kiemelt feladat volt a bikavérborok kínálata és a tokai bor különlegességek, tehát szamorodni, máslás, fordítás, aszú és eszencia kínálat felmérése. Az első táblázatból azt látjuk, hogy összesen 8528 tételt mértünk fel. Minden palackot kézbe véve a következő adatokat rögzítettük, a bor pontos megnevezése, űrmérete, színe, minőségi kategóriája, cukortartalom szerinti minőségi kategóriája, termőhely, borvidék, amennyiben a címke alapján megfejthető, termelő, forgalmazó, polcár, tehát fogyasztói ár, és ez az ár literre vetítve. Külön jelöltük az akciós termékeket, hogy egy esetleges árvizsgálatnál egy adott ár ne legyen, vagy ne tűnjön túlzottan alacsonynak. Elemzésre, szűrésre 4378 tétel került. Látni lehet, hogy az elemzett választékból mennyi a hazai termelésű és a más országból származó bor és pezsgő. Külön szerepel a bikavér és a tokai bor különlegesség választék. Tehát a szűrést úgy végeztük el, hogy minden nagyobb Metro, Ocean, Tesco hálózatból legalább két egységet A-tól Z-ig fölmértünk. A nagyobb választékot választottuk ki, egyszerűen darabszám alapján, ahol többet találtunk bármi ok miatt. Ezek az eltérések mellesleg minimálisak voltak, 5-10-15 tétel, és a nagyobbat vontuk be utána a szűrővizsgálatba, mert 2-3 cég bevitele viszont teljesen összezavarta volna az adatsorokat. A táblázat a vizsgálatba bevont kereskedelmi láncokat mutatja be. Külön tüntettük fel a külföldi érdekeltségű cégeket és a hazai láncokat. Ezt a felsorolást egészítettük ki az AC Nielsen 2003-as évi forgalmi adatlistájával. Abszolút pontos adatok ebben a vonatkozásban nem állnak rendelkezésünkre, de megítélésünk szerint ezek a cégek, tehát az itt megjelenő cégek ma kezükbe tartják a magyarországi élelmiszerkereskedelem borforgalmának 60-65-20-70%-át. Nagyon nehéz megsatszolni, biztos, hogy van, aki esetleg ezt a nagyságrendet vitatja, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ezzel egyetértenek. Azt is nagyon pontosan tudjuk, és a szakmán belül ez egy nyílt titok, hogy a multinacionális cégekkel együtt élni borzasztóan nehéz. De a multinacionális cégek nélkül érdemben Magyarországon volumenben bort forgalmazni még nehezebb, vagy lehetetlen. Ez ugyanaz a táblázat, a forgalmi adatok, illetve igen, a forgalmi adatok grafikus ábrázolása. Azért egyetlen egy dolgot ebben a táblázatban is kiemelnék, hogy a CBA, a Coop, tehát a hazai láncok, akik tulajdonképpen, ha végig gondoljuk a sort, elsősorban a kis települések, a vidék ellátását végzik, és azért felelősek, rendkívül komoly forgalmat bonyolítanak le Magyarországon. Tehát nem csak a külföldi érdekeltségű láncok, amelyek nagy forgalmat tudnak produkálni. Menjünk tovább.
Egy pár gondolat az említett és elemzett cégekről. Hát ebbe olyan csodák nincsenek, ezt önök pontosan ugyanolyan jól ismerik, mint én. Tesco, hipermarket, egyedi arculat, széles választék, borudvarok, borvidéki elrendezés, egyébként nagyon jó az elrendezése szakmai szempontból, sok akció szervezése. Metro, hipermarket, nagykereskedők áruháza, tehát ő elsősorban a nagykereskedőket, illetve a kereskedőket célozza meg és próbálja kiszolgálni, széles választék, stb. Amit még itt kiemelnék, és ebben a felsorolásban nem szerepel, hogy ugye a metro kártyás, tehát kártyával lehet csak vásárolni, bár én nem hallottam olyan emberről Magyarországon, aki ne tudott volna valamilyen módon hozzájutni ilyen kártyához. És itt az egyetlen, ahol borárak olyan értelemben eltérnek, hogy külön jelölnek meg egyedi palackos árakat és gyűjtőcsomagolású árakat. A többi áruház esetében ilyet nem tapasztaltunk. Auchan egy egészen más áruelrendezést alkalmaz, viszonylag széles választékkal dolgozik, de az Auchan inkább egy fajta csoportosítást alkalmaz az áru kihelyezésnél. Tehát elindul az egyszerűbb fajtáktól, vagy az asztali boroktól, és megy a minőségi borok irányába, külön fehér, rozé és vörös borok esetében. Ez tulajdonképpen megint, ha a vásárló egy-egy konkrét fajtát keres, akkor roppant módon megkönnyíti, úgymond a vásárlást. Ugyanakkor felhívom arra a figyelmet, hogy ez néha zavaró. Ott zavaró, amikor például kékfrankos sorozatban egymás mellett, és szó szerint egymás mellett, 320 forintos és 2780 forintos kékfrankos bor szerepel. Tehát az átlag vevő ilyenkor egy kicsit megzavarodik, és azt hiszem, hogy nem tudja helyre tenni a dolgokat. Penny Market kifejezett diszkont, nagyon szűk a választ, nagyon szűk a választéka, inkább így pontosítok, 34, ha így fejből jól mondom. Tehát szűk a választéka, de biztos érzékelhető, hogy viszonylag nagy forgalmat bonyolít le. Ezzel a szűk választékkal igénytelen az elrendezés, gyakorlatilag nincs is elrendezése a boroknak. Tehát semmi tudatosság nem fedezhető fel ilyen szempontból. Kóra. A legnagyobb választékkal rendelkezik, az összes választéka 713 bor és pezsgő, ebből hazai termék 500. Tehát a legszélesebb, rendkívül igényes, szép, egyedi arculatú. Itt a vásárlás inkább azt segíti, hogyha valaki az egri borvidékről kíván vásárolni, egy pillanat alatt megtalálja, és egy nagyon széles palettán fölvonultatva az egri borok közül az olcsó bárfekvéstől a legdrágább bárfekvésig mindent megtalál, szép elrendezésben, szép kihelyezésben, tehát ez ebből a szempontból könnyíti meg a vásárló dolgát. Plusz szintén egy szűkebb választékkal, de majd más mutatókban visszatérünk erre, egy kicsit más eltérő választékot forgalmaz, rak fel a polcaira, és ebből bonyolít szintén rendkívül jelentős forgalmat. Interspar, hát ugye Spar, Interspar és a Spar Invest régi Kaisers hálózat tartozik ehhez a cégcsoporthoz. Az Interspar a legszélesebb választékú, nagyon szép, igényes az elrendezése, rendkívül sok saját márkával dolgozik, köztük egri borokkal, egri márkákkal is. Meccsüzletek, ugye a régi csemege hálózat, ami most a Provera érdekeltségbe tartozik a Kóra mellett,
és a profi mellett viszonylag szűkebb választék, egyszerű elrendezés, és azért vannak olcsóbb saját termékei is. Interfrukt kifejezetten ugye egy klasszikus kesentkeri áruház, gyakorlatilag, és amikor ilyen megállapításokat teszek, akkor semmi sértő szándék nincs bennem. Itt a legporosabb, legkoszosabb a borválasztékunk, de ennek egy rém egyszerű magyarázata van, mint ilyen jellegű áruház állandóan a targoncák rohangálnak, tehát ez egy óhatatlan dolog, de ettől még tény. És részemről nem sértő szándékú, azért széles a választéka, és kimondva kimondatlanul az Interfrukt elsősorban szintén a kereskedőket igyekszik megcélozni és ellátni, ezért a kereskedők számára biztosít ilyen plusz engedményeket, kártyás rendszereket, visszatérítéseket, 1-2%-ot, egyebeket, a úgynevezett kosaras vevővel nem foglalkozik, vagy nem szívesen. Coop, nagyon jelentős hálózat. Itt nagyon nehéz a választék mérése is, ezért elég sok üzletet fölmértünk. Általában szűk a választék, de általában kisebbek, kicsik az üzletek is. Ugye egy egyszerű elrendezéssel és azért elég sok saját termékkel dolgozik, hatalmas azért összességében a hálózat, és nagyon jelentős. A Coopnál különböző üzlettípusokat jelölnek meg, tehát van a mini, a közép, a maxi, szuper, és utána föl az áruház szintjéig minden. Nyilván a nagy áruházból vagy szuperből van kevesebb, és a vidék ellátása inkább a mini közepes Coop üzletekre hárul. Reál szintén egy országos lefedettségű, teljesen eltérő üzletméretekkel rendelkező hálózat. A megjelenés egységes, tehát a fölirat, a portál kialakítás egységes, meg a színek alkalmazása, de ugye ezek azok a hálózatok, a CBA, a Reál, ahova a vidéki lehetetlenülő élelmiszer kiskereskedők, boltosok, üzletek csatlakoztak, és így azért egy központi beszerzés kapcsán olcsóbban jutnak áruhoz, jobb az ellátásuk, kevesebbet is kell foglalkozniuk árubeszerzéssel, tehát többet tudnak az eladással foglalkozni. A borok és pezsgők származásának vizsgálata, más országból származó bor, más országból származó pezsgő és hazai bor. Látjuk, hogy a hazai bor aránya 77%, a hazai pezsgő 12%, a más országból származó bor 8%-kal részesedik a piacból, még a más országból származó pezsgő 3%-kal. Azért fogok igyekezni, hogy az előadás végén még legyen arra időm, hogy a legújabb a Lidl választékot is bemutassam önöknek, ami az előbb látott, illetve itt még egyszer cégenként elemzett választékot teljesen fölborítja, és egy teljesen más képet fog önök elé tárni. Választékelemzés szín szerint. Mind a kettőnél nagyon érzékletes, ma még ugye a fehér bor a legnagyobb arányú, 48%-kal, vörös bor 44%-kal, vagy 45%-kal, ha kerekítek, rozébor 6,9%-kal, és Schiller 0,2. Hát most egy kicsit visszafelé kezdjük, Schiller bort egyetlen egyet találtunk a választékban, villányból, a termelőt nem mondom, azt hiszem nagyon sokan tudják. A rozébor. Egyértelmű, hogy ezen a téren hatalmas fejlődés van, színesedik, évről évre bővül és színesedik a választék. Hogy ezt a fogyasztás teljes egészében leköveti-e, ez előttem egy icipicit kérdéses, de egyértelmű, hogy a fogyasztása is nő a rozéboroknak.
Korábban 10-15 évvel ezelőtt a fehérbor-vörösbor arány egészen más volt Magyarországon, inkább 60-65, ad abszurdum 70%-ig elment a fehérbor arány, és a maradék 20-30-35%-ot birtokolta a vörösbor. Ez az arány teljesen megváltozott. És én úgy tapasztalom és úgy látom, hogy még talán mindig nem állt be a úgymond a nyugalom, tehát még mindig a vörösborok vannak lendületben a piacon. Ez nagyon-nagyon sok mindennek köszönhető, többek között ennek a borvidéknek is, és a villányi borok rendkívüli népszerűségének, közkedveltségének. Azt hiszem, hogy így együttesen is betudható ez az arány. Hazai borválaszték minőség szerint. Hát, kérem szépen, ez egy érdekes tábla, és azért itt valamit nagyon-nagyon-nagyon szeretnék önöknek kihangsúlyozni. Mi fölmértük a választékot, de nem tudom megmondani önöknek a fogyasztást. Hogy a fogyasztás ezt a választékot nem követi, ez gondolom nem csak előttem világos és tiszta. Tehát asztali bor 5%, tájbor 9%, minőségi bor 86%. Erről azt hiszem többet nem kell beszélni, ez egy kicsit torz. Tehát a fogyasztás teljesen meggyőződésem, hogy mást mutat. Ugyanakkor valahol érthető, minden termelő abba az irányba megy, hogy a borait hát minőségi kategóriába tudja forgalomba hozni, mivel igényesebb vásárló sajnos nagyon sok összetevő miatt, de elsősorban a csalódásai miatt asztali bort vagy tájbort már nem vásárol. Tehát ezt egy kicsit ha úgy fogalmazom, a szakma önmagának teremtette meg ezt a helyzetet, akkor remélem, hogy nem sértek meg vele senkit. Igen, mehetünk tovább. Addig, ha szabad, elmondok kettő gondolatot, amíg bemutatunk egy-két választékot. Egy dologra feltétlenül szeretnék kitérni. Az idegen nyelvű címke kevés. Ez viszonylag igaz. Egyedül mondjuk a Hirtop Neszmé RT, aki elég sok idegen nyelvű megjelölést alkalmaz a borainál. És egy másik dolog, amire felhívom szíves figyelmüket, hogy valami kétségbejtő sebességgel terjed a vállé a völgy elnevezés, és ez alól aztán az Alföld igazán nem kivétel, mert jóformán ott van a legtöbb. Tiszavállé és egyéb elnevezések, hagyd ne ragozzam. Nem tudom, hogy ez helyes irány-e. Valahol valami divatot próbálunk lekövetni, ami talán nem egészséges. Címkék feliratozása. Erre viszont azért, ha szabad egy pillanatra kitérnék, a címkék feliratozása nem minden esetben felel meg az előírásoknak és a szabályoknak, legalábbis annak, hogy egy látómezőben a borra vonatkozó összes adatot a fogyasztó tudomására kell hozni. Ez nagyon sok bor esetében nem valósul meg. A másik probléma, hogy hát ezt nem tekintem problémának, inkább mint tényt említem meg, hogy nagyon sok terméket csak OBI azonosító számmal jelölnek. És ezen belül azt emelném ki, hogy ez inkább az olcsó kategóriában érvényes. Ha bármi következtetésre akarok jutni, akkor azt kell feltételeznem, hogy a termelő nem kíván dicsekedni azzal a termékkel, amit inkább csak OBI számmal jelöl. Hazai borválaszték cukortartalom szerint. Szóval ugye itt is látjuk, hogy a száraz borok
mekkora túlsúlyt képviselnek, 63%, félszáraz 5%, félédes 21% és édes 11%. A penninél a szárazbor csak 5, a félszáraz 1 és a félédes 13. Tehát az arányok teljesen mások. Ugyanez a plusznál is igaz. 16 a száraz, 4 a félszáraz és 27 a féléd. Tehát ez a két lánc, amely a szűk választékával, viszonylag olcsó áraival emelkedik ki a mezőnyből, egyértelműen és tudatosan, megítélésem szerint, azon közízlés irányába megy, hogy az igénytelenebb fogyasztók, ez lehet, hogy nem jó kifejezés, ezért bocsánatot kérek, vagy idézőjelbe tettem, ma még igenis a félédes borokat keresik. És megint azt kell, hogy mondjam, hogy ez ráadásul egy teljesen természetes, van akinek a félédes borok kedvesebbek, és adott boroknál ez minden további nélkül elfogadható, tehát nem kell feltétlenül csak és kizárólag szárazbort fogyasztani, de a kínálat ma azt a tendenciát jelzi, hogy inkább a szárazborok irányába megy el. Árelemzés. Hú, ez egy roppant nehéz téma, az árelemzés. Itt nagyon szétbontottuk, lehet, hogy túlságosan is, vagy nem eléggé. Tehát 300 forint per liter, hangsúlyozni szeretném, itt literre vannak az árak vetítve, 300 forint per liter alatt 5%, 300-800 forint között 33%, 800 és 2000 forint között 44%, és 2000 forint felett 18%. Gondolom, megint felesleges azt megemlítenem, hogy azért a forgalom az közel nem fogja ezeket az arányokat követni. Ez a kínálat. Itt látta az egyes cégeknél, tehát forgalmazóknál, ugye a penninél és a plusznál nagyon szépen kiugrik ez a 300-800 forint közötti, és a penninél és a plusznál nagyon jelentős a kék vonal is, tehát a 300 forint alatti borok kínálata. Egri Bikavér és Tokaji bor különlegességek részesedése, elemzése. Hát kérem szépen, ugye az összes bor a kék oszlop, a Bikavér a vörös és Tokaji bor különlegességek. Kérem, ez választékfüggő is, tehát arányaiban kiegyenlített a mezőny. Teljesen természetes, hogy egy 34-es összválasztékkal rendelkező penni egy Bikavér tart, míg egy 500-as választékkal rendelkező kóra, ha jól emlékszem, 18-at. Tehát, de már amikor a százalékos arányokat nézzük, akkor nem olyan döbbenetesen nagy az eltérés. A tokai bor különlegességek vonatkozásában egy kicsit ugyanez a helyzet, ugye a Kóra és az Ósán, aki kiemelkedik, tehát aki viszonylag nagyobb választékot tart tokai borokból, a penni és a plusz csak egy-két alapbor, tehát gyakorlatilag van, ahol egy szamarodni, egy száraz szamarodni, egy édes szamarodni és egy háromputonyos asszó és kész, vége a sornak. Ez még egyszer hangsúlyozom, abban a pillanatban, amikor ez egy 40-50 palackos, darabos, féleséges kínálattá alakul, akkor egy roppant színes kínálatot és egy roppant sok termelős, sok piaci résztvevővel jelzett kínálatot mutat be. Borvidéki megjelenés, a borvidékek részesedése, részvétele a forgalomból. Hát kérem szépen, roppant nehéz kérdés. Itt még így is egy rendkívül zsúfolt táblázat jött ki az egészből.
pedig csak a Kórát, a Tescót és az Interfruktot emeltük ki, és ebből próbáltunk szűrni egy borvidéki megjelenést. Látható, hogy Csongrád egyébként egyetlen egy borral szerepel, itt van egy talán egy icipicit átláthatóbb, és a kunsági borvidék is ugye az 5%-os részesedésével hát ilyen értelemben nagyon hátul kullog. Én úgy gondolom, hogy megint csak arra kell utalnom, lehet, hogy unalmas, és ezért külön elnézést kérek önöktől, hogy biztos, hogy azért a forgalom nem ezeket az arányokat. Ez a választéknak a megjelenése, a választék borvidéki megjelenése, és így belegondolva, már nem meglepőek az adatok és a számok, ugye Villány 15, Tokaj 14 és Eger 12%-os részesedése, és a három borvidéket követően aztán többi mélyen a 10% alatt van. Adott borvidékeket, és ezt is megemlítem, adott borvidékeket csak olyan termelők jelenítenek meg, itt két borvidéket említenék meg, a Móri és a Pannonhalmi, hogyha nem lenne egy Hilltop Neszmély és egy Badacsony Pinte gazdaság RT, akkor ez a két borvidék meg se jelenne a táblázatban. Tudnélik a Hilltop Neszmély RT is, Hilltop Neszmély RT 8 borvidékről forgalmaz borokat, és ő képviseli a Móri borvidéket, illetve a Pannonhalmit is. Termelői jelenlét, egy úgynevezett telítettségi vizsgálat, hogy az elemzett 17 kereskedelmi egységben az egyes szállítók, termelők hány egységben és milyen választékkal vesznek részt. Tehát látni, hogy 100%-os telítettsége egyedül a Hungarovin RT-nek van. Látni, hogy az Egervin RT és a Tokaj Kereskedőház RT a második, amely az elemzett 17 egységből 16 egységbe szállít be, és ezt követi aztán a Hilltop RT, ami tulajdonképpen számomra egy elég nagy meglepetés volt, de gyönyörű választékkal, nagyon igényes megjelenéssel és rettenetes marketing munkával én úgy látom, hogy a Hilltop Neszmély RT túl azon, hogy egy tipikus export érdekeltségű cég, de belföldön is valami hihetetlen mértékben erősít, és nagyon kemény marketing munkát végez. Szerepel ugye még a Csányi pincészet, tehát vagy több borán még mint Villányi Borászati RT, Ostoros Novaj Bor RT, Badacsonyi Pincegazdaság, hát benne van a Sziklai Borászati Kft., de ezt egy másik táblázaton majd látjuk, hogy a legszűkebb választékkal, Szőlőskert RT Nagyréde, Promontor Bor és Weinhaus. Tehát gyakorlatilag a kunsági borvidékről ugye kettő, a Weinhaus és a Sziklai Borászati Kft., a Borászati Kft. Az összesen 4-es választékkal, még mondjuk szintén választékban is a Hungarovin RT a legnagyobb 18 féle bort szállít. Most ez megint egy átlag, szeretném hangsúlyozni, van ahol ez 28 és van ahol ez 10 vagy 12, tehát ezek a számok átlagolva vannak. Kérem szépen, szabadjon még kitérni erre, hát ez a napokba készült, és tegnap délelőtt fejeztük be ezt az elemző munkát, megjelent Magyarországon a Lidl. És majd önök érzékelni és látni fogják, hogy mindazt, amit eddig elmondtam, azt ez a hálózat szépen, lazán és egy mozdulattal fölrúgta. A felmérés az Csongrádon január 18-án készült, mehetünk is. Kérem szépen a választék, hazai bor, bikavér, tokai, nem hazai bor, nem hazai pezsgő.
ezt majd egy-két számot hozzáteszek. A teljes választék az 47 termék. Ebből a 47-ből 23 a hazai, és 20 a más országból származó, és 4 pezsgő az mind más országból származó, tehát hazai pezsgő a Lidl választékában nem jelenik meg. A boroknál a megjelenés, hát ez már kiszerelés, hazainál 2 literes PET palackos, van, hazaiban nincsen másfél literes dobozos, elég magas az 1 literes aránya, és a döntő természetesen a 0,75-ös borok, és a tokai 3 bor különlegesség, amely 0,5 literes palacba jelenik meg. Ugyanez a nem hazainál, 2 literes nála csak 1 van, másfél literes dobozos az 3, 1 literes bora is bőven van, ott is túlsúlyt képez a 0,75-ös kiszerelés, és hát nyilván ott 0,5-ös bor nincsen. Tint szerinti elemzés, igen, köszönöm. Az pedig a következő képet mutatja, a hazainál a döntő a fehér, és kevesebb a rozé, és jó, egyetlen egy rozénk van, és a többi vörösbor, a nem hazainál nagyobb aránya a vörösbor, fehérbor és több rozét is tart. Szám szerint is ugye a más országból származó fehérbor 6, rozé 3 és vörösbor 11. A hazainál pedig fehérbor 11, rozébor 1 és vörösbor szintén 11. Minőség szerint, ugye ebből megint azt látjuk, hogy a hazai termelésű választékból 5 asztali bor, nincs tájbor és 18 minőségi kategóriájú bor. A más országból származó termékeknél 4 asztali bor, van 1 tájbor és 15 a minőségi bor. Tehát nálunk 70, a hazainál 78%-os a minőségi bor arány, addig a más országból származó esetében 75%-os. Cukortartalom szerint, kérem szépen, 6 szárazborunk van, 1 félszáraz, 13 édes és 3 édes. Más országból származónál 12 a száraz, tehát sokkal magasabb arányú, 1 félszáraz, 5 félédes és 2 édes. És végül árkategóriák szerint. Hát kérem szépen, ezt nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg önöknek, de a táblázat megítélésem szerint eléggé érzékletes. Hazai termelésű választékban 300 forintig 5 termékünk szerepel 21%-kal, 300-500 forint között 10-43%-kal, 500 és 1000 forint között 21% 5 darabbal szintén, és 1000 forint felett 3 darab, ez a 3 tokai különlegesség. Ha a 3 tokai különlegesség nem lenne ott, akkor nem is lenne 1000 forint per liter ár felett borunk, de 500 forint fölött is nagyon kevés van, és itt említem meg, és őszinte szívvel pozitív értelembe, hogy a Lidl bár teljesen fölborította a rendet, Bikavér vonatkozásában nem. A Bikavér 399 forint a Lidlnél, és más hazai hálózatoknál is legolcsóbban 399-ért találtunk Bikavért. Ugyanakkor azt is megemlítem, hogy a más országból származónál 0-tól 300 forintig ugye 6 bor szerepel. 300-500 forint között 10 bor, 500 és 1000 forint 4 bor, és mivel neki nincs tokai különlegessége, mármint más országból származó választékba, ezért 1000 forint fölötti választék nincs és nem is szerepel. Hát még talán annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy
Elég nehéz volt ezt a felmérést, ezt a vizsgálatot elvégezni. Ez tavaly augusztusban indult, és szeptember végére, október közepére fejeződött be. Tehát ismételten szeretném azt rögzíteni, hogy ez egy akkori állapotnak megfelelő kép, amit önök elé tudtam tárni. És azt is elmondom önöknek, hogy bizony a kereskedelmi cégek nem túlzottan örültek ennek a felmérésnek. Nagyon gyakran kellett mutogatnom a HNT által kiadott megbízó levelemet, de volt, amikor megbízó levéllel együtt rúgtak ki Budaörsön a Tesco-ból, és mondták, hogy majd ha Angliából kapok egy engedélyt, akkor visszajöhetek, és akkor ezt a vizsgálatot elvégezhetem. Hát ilyenek vannak. Tegnap dr. Gál Lajos úr mondta, hogy erre az egyetemre, téli egyetemre, erre az előadás sorozatra meghívták a kereskedelem, igen tisztelt képviselőit is, akik sajnos ezt a meghívást hát nem fogadták el. Én úgy gondolom, hogy ez sajnos egy icipicit érthető. Ebbe a megosztott ágazatba, ami ma a magyar borászat, tele belső problémákkal, gondokkal, bajokkal, sokkal könnyebb egy ilyen, hogy mondjam, ágazattal tárgyalni. Más tárgyalási pozíciót alakíthatnak ki, semmi gond, uram, ha önnel nem tudtam megegyezni, majd holnap jön a másik, és az majd meg fogja oldani a problémáimat. Tehát én csak egyetlen egy dologra szeretném szíves figyelmüket fölhívni. Talán most van az, hogy még nagyobb kitartásra, összetartásra, egymás megértésére lenne szükség, mert engem ez a Lidl megjelenés egy picit megrémített. A hírek szerint egy 2-3 év alatt kíván ez a hálózat eljutni oda, hogy egy 130-150 üzletből álló lefedettséget tudjon biztosítani Magyarországon. A hírek szerint bizonyos hálózatok tervezik a teljes választékuk átdolgozását, ezek közé tartozik a Plusz, a Penny, akik nagyon erősen gondolkodnak rajta, hogy hát itt egyszerűen ellenlépéseket kell tenni. A hírek szerint a Spar, Interspar erőteljesen növelni kívánja az import, más országból származó termékek választékát. Kérem szépen, én nagyon-nagyon szépen megköszönöm szíves figyelmüket. Szeretnék a köszönetet mondani a sok segítségért és iránymutatásért dr. Urbán Andrásnak és Horváth Csabának. Szeretném megköszönni Diánának a képi kialakításban nyújtott segítséget, és nagyon nagy tisztelettel Keresztes Józsefnek azt a rengeteg segítséget, hogy ez az anyag összeálljon, hogy ezeket a grafikonokat, táblázatokat önöknek meg tudjam mutatni. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket.